ماشي لك. Volt egyszer egy cigányfiú, akinek kabát helyett Petőfi verses kötetemmel engedte a szívét. Szavakat rakott ő is a tűzre. És egy napon azt vette észre, hogy az öntudat lángra kapott. Az önbecsülés füstje csípte a szemét, és a lázadás csibész füttye ketté hasította az évszázados csöndet. 1959-et értünk. Eljöttünk Békés Csabára, édesanyámmal, és akkor a Népköztársaság útja volt, most Andrássy út, volt egy antikvárium, és anyám megvette Petőfi összes verseit. 10 forintba került. Anyám nem tudott én olvasni. És esténként én olvastam fel neki a könyvből, és olvastam, füstbe ment el. Egész úton hazafelé azon gondolkodás. Anyácskám szemeibe könnyeket féltem fölfedezni. Szólt az én drága jó anyám. Te mondd, drága gyerekem, ez a Petőfi cigány gyerek? Hmm. 1959 óta eltették már ezt neki, ugye? De azóta is majdnem minden nap eszembe jut. Hát, hogy vándorolt. Hát az ő világában cigányok vándorolt. Nem tudom, hogy cigány volt-e, akkor se tudtam válaszolni.